Alig fértek el a díjazott tanulók a Városháza dísztermében. A keddi ünnepségre azokat várták, akik a tanév során valamilyen tanulmányi versenyen országos helyezést értek el. A szakmai megmérettetések mellett szavaló és prózamondó verseny, informatika és matematika vetélkedő, valamint az idegen nyelvi versenyek voltak a legnépszerűbbek. Egy horvát verset kellett megtanulnom és elszavalnom. Először itt Baján a megyei versenyen, ahol első helyzet lettem, és utána Budapesten az országos szavaló versenyen, ahol meg harmadik helyezést értem el. A Bajai Szent Istváni Általános Iskola diákjai heti 6 órában tanulják a horvát nyelvet. Én úgy tapasztalom most már évek óta, hogy a horvát az közkedvelt tantárgya mi iskolánkban, és nagy örömmel jelentkeznek különféle versenyekre. Minden évben bővül egy kicsit a versenyeken való részvételünk. Most nagy közkedveltségnek örvend a Kroáciádá, az országos horvát önkormányzat által meghirdetett versenysorozat különféle kategóriákban. A vizuális iskola diákjai képzőművészeti pályázatokon értek el bronz, ezüst és arany minősítést, és a zenésznő vendégek is dolgos évet tudhatnak maguk mögött. A hegedűsök Topolyán, míg a fuvolások Balassagyarmaton jártak. A felsőbb éves diákok a középiskola mellett minden hétköznap délután járnak hangszeres órákra. Valamikor vannak mélypontok is, de ilyenkor már megtanultam, hogy ilyenkor csak fel kell állni, és nem szabad feladni, mert akkor ilyen nagyobb eredményeket is el tudunk érni. A város vezetése a felkészítő tanárok egész éves munkáját is megköszönte. 68 diák kapott ma itt jutalmat, akik első, második vagy harmadik helyezést értek el az országos versenyen. Szerintem ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jó teljesítmény. Büszkék lehetünk mind a fiatalokra, mint pedig az őket felkészítő tanárokra, és hát ne feledkezzünk el a szülőkről sem, akik mindezt biztosítják, hogy ők tanulhassanak, készülhessenek. A diákok az oklevél mellé 10 000 forintot, a pedagógusok pedig 30 000 forint pénzjutalmat vehettek át elismerésül.